Lentner Csaba, közgazdász professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közpénzügyi és Államháztartási Intézetének vezetője. Lentner Csaba egyetemi tanár vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozom, a Közpénzügyi és Államháztartási Intézetnek vagyok a vezetője. 1962-ben születtem pápán, pápa környékén nőttem fel. Édesapám a mezőgazdasági szövetkezetben volt főkönyvelő, a közgazdasági szakmának a szeretetét tőle szereztem meg. Szakmailag édesapám készített föl erre a közgazdasági pályára, ugyanakkor nevelési, családi identitási szempontokból igen nagy hatással van rám a édesanyámnak a családja, édesanyámnak a felmenői. Ez egy magyar arisztokrata családról van szó. Ők nagybátyám gróf Nemeskéri Kis Miklós tábornok volt, ő szabadságharcos volt, később a szabadsághoz leverésem után a francia hadseregben, olasz hadseregben szolgált, osztrákok ellen harcolt folyamatosan. A közvetlen felmenőim evangélikus lelkészek, püspökök, rektorok voltak, és hát a Nyugat-Dunántúlon szolgáltak az evangélikus lelkészi hierarchiában. Dédnagyapám volt az első, aki már nem lépett evangélikus lelkészi szolgálatban, ő a pápai dohánygyárnak volt a főfelügyelője, testvére Jenő Mávjog tanácsos, egyik unokatestvére Béla Pázmád, ő katonatiszt volt, Budaustrom akkor esett el. A családban, ezt azért hangsúlyozom, mert a 45-ös események után ugye Magyarország társadalmi politikai berendezkedése megváltozott, és ez a jól praktizáló, jól helyezkedő család, aki meg annyi jeles értelmiségét adott a hazának, hát meg kell mondjam, meglehetősen devalválódott, a birtokok elvesztek, és édesanyám családja háttérbe szorult, és hát édesanyámnak ez a iskoláiban is megjelentkezett, hiszen háttérbe szorították a családot teljes egészében. Na de hát szoktam mondani déd nagymamám, Nemeskéri Kis Kálmánné, hogy a rossz után mindig a jó következik, és hát egy édesapám, édesanyám 60-ban házasodtak össze, és hát édesapám jól praktizált a rendszerben, szövetkezetben dolgozott, elismert szakember volt édesapám, semmiféle politikai tevékenységet soha nem végzett ellentétben velem, és hát így a szülők hatására kerültem a pápán a Jókai Mór közgazdasági szakközépiskolába, utána főiskolát végeztem Zalaegerszegen, egyenesen utána fölvettek a Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetemre, azt is sikerült elvégeznem, doktoráltam, tehát az egyetemi doktori fokozatot megszereztem egyetem után már 2 évre rá, bankszakmába helyezkedtem el, Magyar Nemzeti Bankba kezdődött a pályafutása elemző közgazdászként, majd külkereskedelmi bank, kisebb bankokban ott már igazgató voltam. Hát lényegében úgy 1996-ig az üzleti szektorban dolgoztam, és hát jött az életemben egy olyan szakasz, amikor az üzleti, banki pénzügyek mellett úgy más makrogazdasági ügyekkel is foglalkoztam, ezek már tudományos tevékenység volt. Én 93-ban felvételt nyertem a Magyar Tudományos Akadémia aspirantúrájára, 93-94-95-ben abszolváltam a vizsgáimat, 95-ben avattak a közgazdaságtudományok kandidátusává, és hát azt követően egyetemi szféra felé fordultam. A Soproni Egyetemen voltam intézetigazgató, később kikerülve Angliába, Cambridge-be, ott kutató voltam, megfordultam a Párizsi Sorbonne Egyetemen, voltam kint Egyesült Államokban, a Fedben, az Angol Központi Bankban hosszabb időintervallumokat töltöttem el. Tehát az a lényeg, hogy közgazdasági diplomát szereztem, tudományos fokozatot szereztem, mellette még szakvizsgákat is ejtettem, mint adószakértő, könyvvizsgáló, de lényegében most már idestóban 20 éve mindennapjaimat
a tudományos munka, egyetemi előadások tartása, cikkek publikálása, könyvek írása, szerkesztése, illetve ami az én értelmiségi hitvallásomba beletartozik, hogy egy értelmiségi közgazdász, ha éppenséggel nem a nyugat-római birodalomnak a pénzügyeivel foglalkozik, vagy az oszmán rendszernek a szpáhi birtokoknak a gazdasági szerkezetét kutatja, hanem a mai korban praktizál és mai kutatási témája van. Én azt gondolom, hogy egy értelmiségi réthez, egy közgazdászéhoz hozzátartozik az is, hogy a közéletben is megnyilatkozik, a szakmai közéletben, és úgy egyébként abban a politikai közéletben is, tehát a véleményét elmondja, nyilvánvaló jobbító szándékkal, hiszen azt gondolom, hogy a 2007-es válságot követően meg olyan nagy szükség van arra, hogy az embereknek a pénzügyi tudatossága, kultúrája, pénzügyi intelligenciája fokozódjék, mind egyéni, individuum család szintjén, mind pedig a vállalatok szintjén egy észszerűbb, takarékosabb, felelősebb gazdálkodás viszonyai alakuljanak ki. Tehát az én értelmiségi, intézetvezetői, professzori tevékenységemben én beleértem, mint a dualizmus korszakának meg annyi akadémikus közgazdásza, politikusa is, igen, a könyvek írása mellett azt a tevékenységét, amit ott kifejtett, a köz számára közéleti napilapok publicisztikáiban, jó, akkor még nem, de most igen, televízió, rádió műsoroknak a stúdióiban is elmondja a nézeteit a gazdaságpolitikáról, illetve más egyéb nemzetközi pénzügyi folyamatokról. Hát a tudományos munkámban a 90-es évektől alapvetően banki pénzügyekkel foglalkoztam, és a kor légkörét viszonyait igen nagy mértékben meghatározó privatizációs magánosítási folyamatokkal. A 90-es évek közepétől pedig jobbára makropénzügyekkel, költségvetési, állampénzügyi, illetve monetáris jegybankpolitikai viszonyokat elemzem, kutatom Magyarországon és a világban is. A tudományos munkám alapvetően arra szorított a 90-es években, hitvallásomból, ebből a új rebellis hitvallásomból, tehát őseinkből datálódnak, mindig rebellisek voltak, minden szabadságharcba, forradalomban részt vettek, ebből következően folyamatos birtokvesztéseket szenvedett el a családi legutolsót 45-ben, rossz oldalon szolgáltak éppen. Hát ez az új rebellis magatartásom, ez abba merült ki a 90-es évektől, mikor így értelmiségi mi voltomra ébredtem, hogy a világban a 70-es évektől, Magyarországon pedig a 80-as évek közepétől egyre erősebb neoliberális piacgazdasági rendszernek, Magyarországon az átmeneti tervgazdaságból a liberális rendszerbe való átmenetnek a gazdaság politikai viszonyait elemeztem, és mint elemző, hát belefutottam abba a ténybe, most már mondhatjuk, hogy a piaci szereplőknek a korlátlan tevékenység engedélyezése, az állam kivonása a piaci szereplőknek a működéséből, a ellenőrzéséből, szabályozásából, az problémákat okozhat. Lényegében a 2007-re angol száz piacokon, majd 2008-ra európai kontinentális térségben is egy világgazdasági pénzügyi válság alakult ki, amit én a 90-es évektől vélelmeztem, valószínűsítettem, hogy a piaci szereplőkben nincs az a késztetés, hogy egymással kooperáljanak. Hát persze, nem kooperálnak, hiszen egymással ők versenyeznek. Az állam pedig ebbe a gazdasági rendszerbe nem avatkozik bele, tehát nem szabályozza a piacon a szereplőknek a működését, az anarchiához, válsághoz vezet. Ez 2007-re, 2008-ra bekövetkezett. Na most folyamatosan így kritizáltam, elemeztem, meg kell mondjam, hogy abban az időben, 90-es években, 2000-es évek első felében a nézeteim alternatív közgazdaságtani besorolást nyertek. Azonban a 2007-es, 2008-as válság a 90-es évektől hangoztatott tanaimnak a létjogosultságát igen markánsan kifejezte. Egyesült Államokban is, Egyesült Királyságban is,
tanulmányt, akkor részvéve ott a központi bankok munkájának az elemzése világosan bemutatta nekem, hogy az államnak egy szabályzó szerepét kell, hogy adjunk az államnak szabályzó szerepet. Ez az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban 2008-tól egy működő rendszer, hogy az állam beavatkozik a piaci szereplők működésébe, szabályozza őket, gazdaság befolyásolja. Magyarországon 2008 és 2010 között egy intézkedési deficit volt, magyar állampénzügyek nem kapcsoltak válságkezelő üzemmódba, ez 2010-től, illetve a jegybank esetében 2013-tól tapasztalható meg. Na most nézzék, az ők nagybátyám az azzal foglalkozott, hogy a budai várat parancsnokolta. Azzal foglalkozott, hogy Kossuth követeként Londonban a uralkodóházzal próbált megegyeztetni a magyar forradalom támogatására kérte őket. Nekem a 21. században az a küldetésem, az a feladatom, hogy olyan gazdaságpolitikai rendszert, amely a magyar millió, a magyar társadalom, kultúra, a magyar identitások részére nem akceptálhatóak, rendszeridegenek, azokat a gazdaságpolitikai viszonyokat ebben az országban ki kell hessegetni, és helyettük, mellettük olyan gazdaságpolitika kidolgozásában, tudományos rendszertanának a megalkotásában, alkalmazásában, könyvekbe való megjelenítésében működjek közre, ami előre viszi az országot. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen az, hogy tanszék, tudományos műhelyt vezetek, hát ebben merül ki a tevékenységem, és ez tartalmilag ezt tölti ki. Minden ember vágyik arra, hogy sikeres legyen. Az emberi életnek az eredmény centrikussága különösen felértékelődött a 21. században. Én azzal mérem a sikeremet, hogy az, amit tanítok, hogy érthetően, közérthetően tanítsak, jól el tudjam magyarázni a hallgatóknak az állampénzügyi rendszert. Azok a kitüntetések, díjak, elismerések, amelyekben részesültem, én azt gondolom, hogy ezek ilyen külső peremei ennek a sikeres tevékenységnek. Nekem a hallgatónak a bólogatása, a hallgatónak a figyelme, a nézőközönségnek a figyelme mindennél meghatározó. A család számomra a békességnek a szigete, a klasszikus családfelfogásnak a híve vagyok, tehát a házastársammal, feleségemmel alkotott család, csak lényegi tartószobai a mi családunknak egy érzelmi, erkölcsi értékrendbeli és egy gazdasági közösséget jelent. Írásaimnak, könyveimnek az első olvasója mindig a feleségem, tehát az írásaim a feleségemen keresztül jutnak el az olvasóközönséghez, egyetemi hallgatósághoz. Én azt gondolom, hogy nincsen sikeres társadalom sehol a világban, anélkül, hogy ne lennének erős családok. Tehát az összetartozás, egymásra való figyelés, a gyerekeknek a nevelése, becsületes emberekké nevelése, boldog emberekké nevelése. Én azt gondolom, hogy ez a családnak a lényege, és a társadalmi munkamegosztásban nekem is, feleségemnek is úgy kell részt vegyünk, hogy általa ebből a tevékenységből a családunkat biztonságba, szeretetbe tudjuk nevelni, gondozni, egymással oda tudjunk figyelni. Ezek a családok a magyar társadalomnak is a megtartó alapsejtjei.